Pénteken rendkívüli közgyűlés dönt a pécsi energetikai megtakarítási tervről, de a képviselőknek, városvezetőknek is személyes példát kell mutatniuk ezekben a nehéz időkben, mondta nemrég az ÖPKDNP frakció vezetője. Ezért Kővári János felajánlást tett és erre biztatta politikus társait. Teljes képviselői keretemet kiegészítve saját forrásból közel 1 millió forintot szeretnék a pécsi belvárosi kisgyermekintézményeknek, illetve rászorulóknak adni támogatásként a nehéz tél megsegítése, vagy annak az elviselése érdekében. Erre szólítom meg az összes képviselőtársamat, és különösen polgármesterurat is, akinek a polgármesteri kerete ennél lényegesen nagyobb összeg. A képviselő azt szeretné, ha ez a pénz a belvárosi bölcsődékhez, óvodákhoz jutna el, illetve a rászoruló családokhoz, hogy tudják fizetni az energiaszámláikat.